Nagy Réka feleség, édesanya és az Ökoanyu blog ötletgazdája, szerzője. Családanyaként az a célja, hogy a legjobbat biztosítsa a gyermekeinek, de oly módon, hogy a természetet a lehető legkevésbé károsítsa. A blog mellett több fenntarthatósággal kapcsolatos könyve is abban segít, hogyan lehet finom és egészséges ételeket az asztalra tenni úgy, hogy közben a környezetünket minél kevésbé terheljük. Nagy Rékával a Kultúrpar stúdiójában beszélgettünk, a bővebb interjút keressék a Szimpatika magazin áprilisi lapszámában. 9 évvel ezelőtt született a nagyobbik kislányom, és akkor volt az, hogy először kaptunk babaruhákat kölcsön. Ugye az első dolog az volt, hogy ez tökéletes, most akkor ezeket így átmosnám. És akkor így gondoltam, hogy a kis teste, hogy ilyen kis habos kis teste, aranyos kis baba, most ezt ráadom. Mi van abban az anyagban? Hogy kerül abba az anyagba bármi? És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mivel mossam ki. Ez volt az alapkérdés. És akkor elkezdtem keresgetni. Először még ilyen fenntartott, hogy ilyen zöld mosószereket, és akkor találtam olyan megoldást is, hogy tulajdonképpen én is csinálhatnék mosószert, miért ne? És ez volt az, ami így elindított ezen az úton, és mint az őrült buldog mentem utána, de ez még csak egy ilyen személyes indítatás volt. És miután én előtte is szerkesztő újságíróként dolgoztam az egyik nagy női magazinnak, amelyik a kiadónkhoz tartozott, egyszer csak beküldtem ezt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha ezeket a tapasztalataimat én megosztanám az olvasókkal. Igazából a blog csak utána született, ami egyébként mostanában gyakori, csak miután az online területről jövök, nagyon fontos is volt, hogy a két megjelenés között legyen valamilyen felület, ahol a közben ért információkat, vagy összegyűjtött információkat megoszthatom. És hát ugye nekem ebből született 4 könyvem, úgyhogy nekem azért azok a szívem csücskei a könyveimet, nagyon-nagyon szeretem. Nagyon vicces volt egyébként a név, ami most már így rám ragadt ebben a szakmában, tehát én ezt úgynevezett munkacímként adtam le, nem gondoltam, hogy így maradok. Már van egy ilyen nagyon-nagyon kialakult szakértői hálózatom, akivel én dolgozom, és akik mindig lektorálják, ellenőrzik azokat az információkat, érzékeny információkat, amiket én leírok. Szeretnék távolabbra látni. Van 2 lányom, és szeretném, hogyha ők még látnák azt, amit én látok. Az egész az tényleg az otthon kezdődik a családban, azzal, hogy hogyan nevelek, hogy hogyan kommunikálok, hogyha én tiszteletben tartom azt, akivel kommunikálok, és ezt a csomagot viszi tovább egy gyerek, aki egy családban felnő, vagy hogy bármilyen közösségben hogyan kommunikálunk egymással, akkor azt tisztelni fogja a környezetet. Azt nem lehet elvárni mondjuk az iskolától, hogy ő ezt megtanítsa, hogyha otthon nincs ez a minta. Mindig azt gondoltam, hogy a spontaneitás és a tudatosság az nem fér össze, tehát hogy ezt nem lehet. És így mindig ilyen nagyon-nagyon gyanúsan néztem ezt a tudatosság kérdést, és rájöttem, hogy Jézus Mária, amikor ez leesett rólam, ez az egész máz, hogy mennyivel szabadabb vagyok. A szemléletformálás ez nagyon fontos ebben a témában, és hogy nem, talán még nem teljesen veszett fejsze, de nehéz ügy.